Shalom Aleichem, Zion, Shir Hatan, Chibra, After the Cat,
és sem erre se, mint a szavon. A mindeközben a kórus két apró énekese konferál angolra. Karnagyuk tovar esett, zongorán kísért Allanet. Oh!
heard an Israeli Nevdal folk song, Shir Hatan, the song of the Jacob, composed by Yohanan Zarai. And now, to an Israeli composer, Yechezkel Bram. The piece, After the Cat, was composed in 1984 in Tel Aviv, and it is among many other pieces he wrote for choir. Yechezkel Bram, After the Cat. Oh.
Thank you.
fellépő kórus a Budapesti Magyar Kórusiskola jubilált gyermek kórusa. A kórus 1978 óta ifjabb Sakszon Ferenc vezeti. 1980 óta minden évben megkapták az év kórusa címet. Rendszeresen szerepelnek a rádióban és a Zeneakadémián. 1985-ben a 7. Komlói Kodály Zoltán Nemzetközi Kórus Fesztiválon a legszebb Kodály előadásért külön díjat kaptak. Ugyanebben az évben finnországi hangversenykorúton vettek részt, és nagy sikerrel szerepeltek az Olmützi Nemzetközi Fesztiválon. 1986-ban Debrecenben második díjat, 1987-ben az Arezzói Kórus versenyen harmadik díjat kaptak a gyermek és ifjúsági kategóriában, és második díjat a Gregorián kategóriában. 1988. szeptemberében ifjabb Sakszon Ferenc megalapítja a Kodály Zoltán Magyar Kórusiskolát, azóta a jubiláte kórus a kórusiskola énekkaraként működik. Az 1990-91-es év is sok szép sikert hozott a kórus számára. Először Bartók Béla levél az otthoniakhoz, Bolyongás, Ne hagyj itt, és Tavasz című műveit éneklik.
most a következő művek fognak elhangzani. Kolt Ave Maria, Kodály Zoltán Ave Maria, és Szokolai Sándor Ave Maria. Vezényelt ifjabb sasszony. Ave Maria.
Thank you.
és végül Zeman Zsopinoás című művet szólal meg. Zongorán Hermann János is. Thank you.
Üdvözöljem a fesztivál díszvendégét, ifjabb Bartók Bélát. Most a debreceni Bányai Júlia általános iskola kórusa mutatkozik be. Az iskolában több mint 30 éve működik az énekzene szakozatos oktatás, ezzel együtt a kórus élet is. Több évtizeden keresztül Kisnéveinszer Katalin állt a kórus élén. Vezetése alatt az iskola kórusa sok hazai és nemzetközi sikert érte. A kórus jelenlegi vezetője Tóth Ágnes, aki 3 éve került az iskolába. Így az előző évek elsősorban az ismerkedés és a felkészülés jegyében teltek. Ennek ellenére a kórus mozgalmas és eredményes éveket mondhat magáénak. A hazai fellépések mellett többek között énekeltek már Finnországban és Moszkvában is. Műsoruk első részében Farkas Ferenc hajdútánc, Lassus Cormeum, Rausch tánc, Brahms Regina Czöli műveket hallhatjuk. Karnagyuk Tóth Ágnes.